Hogyan függ össze a hírnév és a Web 2.0 világa a zenei szinterek tekintetében? Azt gondolom, hogy megkerülhetetlen ez a történet, mert hogy ha például egy zenekarról van szó, akkor ezeket az oldalakon, a közösségi oldalakon, közösségi hálókon tud megjelenni. Nyilvánvalóan a legnagyobb ugye a Facebook, amit mindenki használ, de YouTube, a Twitter, és akkor mondanék mondjuk ilyeneket is, amik mondjuk kifejezetten zenéhez kapcsolódnak, például a Bandcamp, vagy a Vandalizm. Tehát, hogy ezek fontos ezeken a közösségi tereken részt venni, ott lenni, és azzal az egyik legjobb dolog, amikor ezeket össze is sikerül kapcsolni, és akkor minden egy helyen megjelenik. Milyen tanácsokat tudnál adni kezdő zenekarok számára, hogyan tudnának nagyobb hírnévre szert tenni? Első körben találják ki magukat, tehát azt, hogy mit szeretnének csinálni, és azt hogyan szeretnék csinálni, és erre lehet felépíteni azt, hogy ők hogyan fognak megjelenni az interneten. Tehát, hogyha valaki hobbi zenés szeretne lenni, vagy mondjuk ezt szeretné hivatásosan űzni, akkor teljesen más technikákat kell alkalmazni, más dolgokat kell használni, és illetve más hogyan. Nyilvánvalóan azért vannak olyan dolgok, tehát amit az előbb is említettem, amik megkerülhetetlenek, például ugye a Facebook, de nem feltétlenül a Facebookon kell posztolni. Lehet, hogy éppen a YouTube-on kell posztolni, és ezt be kell csatornázni, de tehát, hogy ez mind attól függ, hogy az a zenekar mit szeretne csinálni. Szépen a vendégeknek a részvételt, köszönöm mindenkinek a részvételt a média szakképen.